A 18-as költségvetés elfogadása, remélhetőleg elfogadásra kerül, és újabb adócsökkentést hoz a magyar családok számára, és ennek keretén belül folytatjuk az élelmiszerek általános forgalmi adójának a csökkentését is, hiszen a kormány célja, hogy a lehető legkisebb általános forgalmi adó terhelje a magyar családok számára legfontosabb élelmiszereket. A kormány, illetve a Földművelésügyi Minisztérium továbbra is elkötelezett az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentése mellett, és azt tudom mondani, hogy a kedvező tapasztalatok az ágazati szereplők véleménye szerint az áfa csökkentési intézkedések pozitívan hatottak valamennyi eddig érintett ágazat működésére. A csökkentések nélkül minden érintett területen magasabb árakkal találkoznánk. A költségvetési tervezet elfogadása alapján 18. január 1-től 27-ről 5%-ra fogjuk csökkenteni a fogyasztási célú halakra vonatkozó áfakulcsot.